erdei tisztásaink tavasszal sárga foltokkal tarkítottak. Ennek a tulajdonosa a tavaszi kankalina primula veris. Hosszú kocsány végén találhatók a virágok, tömött virágzatot látunk, ez egy bogernyő virágzat, de majd elmagyarázom. Tőlevél rózsája van, levelei szépen nyélbe keskenyednek. Megnézzük közelebbről a pártát, közepes, sötétebb sárga folttal díszített. Itt a hegyoldalban nagy tömegben virágzik. A pártafort 5 tagú, de az egyes cimpák kicsípettek, és a fort pártacső sötét sárga foltokkal csalogatja a nektárgyűjtő rovarokat. Köszöntök mindenkit! A kankalint a tavaszi virágzásban már láttuk, meg kertjeinkben is van a szártalan kankalin is, amit szívesen szoktunk ültetni. A közönséges kankalin, a primula veris, vagy a sudár kankalin, azaz, aminek hosszú kocsány végén vannak a virágzatok. Sok virágból áll ez a virágzat, és látjuk, hogy egy olyan szárnak a végén van, amin se levél, se nódusz nincs, tehát egy tőkocsánynak a csúcsán egy virágzatot láthatunk, ernyőben, vagy bogernyőben lévő virágzatot. Ebből a száraz állapotból most nehéz kideríteni. Elvileg úgy néz ki a dolog, hogy a középső termés az sokkal nagyobb, tehát inkább egy bogernyő virágzat lesz. Tehát itt van már a terméses állapot. A terméses állapot nagyon jól segít nekünk abba, hogy melyik fajról van szó. A tavaszi kankalina primula veris esetében a megszáradt, a termés körül található csészelevelek hosszabbak, mint a termés. A sudár kankalinnál pedig fordítva van. Tehát látszik, hogy ez a tavaszi kankalin lesz, és nagyon aranyos, ahogy a termés, ez a toktermés felnyílt, és fogakkal, elegáns fogakkal nyílik föl, és úgy szóródik majd ki a sok mag. Tehát, ha megnézzük most már a termésben lévő virágzatot, ez az igazi jó bélyeg. A csészelevelek, ha hosszabbak, ez a barna, megszáradt csészelevelek, amik a termés körül láthatók, hosszabbak, mint maga a termés, akkor a tavaszi kankalin, ha fordítva van a termés hosszabb, akkor a sudár kankalinról van szó. És megtaláltuk a sudár kankalint is, a primula elációt, amiről már ott beszéltem korábban. Itt a toktermések hosszabbak, mint a megszáradt csészelevél. Ez a biztos határozó bélyeg. Nagyon szép ez az elegáns, fogakkal felnyíló termés, amiből aztán már itt úgy tűnik, kihultak őszre a magvak is. A nálunk előforduló vadfajok mellett a szobai kankalina primula opconica szintén gyakori lehet, már a szobákban, de ki is lehet ültetni a kertekben. Nagyon dekoratív, ha megnézzük, számtalan színformában lehet találkozni a pártájával, fantasztikus színgazdaságot mutat, viszont a szépsége mellett, szemben ugye a hazai primulafajokkal, amelyek gyógynövények, a szobai kankalin, ami Kínából indult el világ körüli útjára és világ hódító útjára, viszont mérgező, tehát vigyázni kell vele, kisgyerekek előtt főleg el kell tenni, vigyázni kell, hogy nehogy hozzáérjenek, vagy esetleg elfogyasszák. A szőrei miatt is mérgező, úgyhogy gyönyörű, de mindent csak a szemnek. Köszönöm szépen!